Sziasztok! Most, hogy megjelent az iPhone 16-os szérja, és vele együtt megjelent az iOS 18, gondoltam, csinálok egy videót arról, hogy mi változott a korábbiakhoz képest. Elég sok mindent beharangoztak, Apple Intelligence és semmi egymás, de végül csak nem lett ez akkora nagy update, mivel például az AI kimarad belőle, elvileg majd a 18.1-el fog érkezni az iPhone 15 pro és a 16-os szériára. Nézzük meg, hogy mi az, ami most változott, hisz az iOS 18 mindenkit érint az iPhone 10 XR és a 10S és az ezeknél újabb készülékeken. Azért van pár dolog. Mondok 16-ot. Kezdjünk! a kezdő képernyő személyre szabása. Tartsd lenyomva a főképernyőt a személyre szabáshoz. Most már bárhová elhelyezhetők az appok, ki lehet hagyni közöttük területet is. Sőt, lehet az ikonok színét is módosítani. Hosszú nyomás, bal felső sarok, testre szabás, és lehet világos, sötét vagy háttér alapján automatikus színeket beállítani, vagy akár bármilyen színre színezni. Ja, és az ikonok mérete is növelhető. Régvárt funkciók ezek. Záróképernyő személyre szabása. Tartsd lenyomva a záróképernyőt, testes szabás és a vicsetek eddig is cserélhetők voltak, most már a két gyorsindító ikon is. Gyakorlatilag bármilyen funkciót berakhatsz, vagy a parancs segítségével bármely app indítható ezek után a zárolt képernyőről, például, hogyha nem kell oda a zseblámpa, berakhatsz helyette bármit. Ha már zseblámpa, iPhone 14 Pro, 15 Pro vagy 16 Pro esetén mostantól a zseblámpa fókusza is megváltoztatható, nem csak a fényerő. A csúszkát húzogat lehet a fényt jobban szétszórni, vagy inkább egy pontra fókuszálni. Vezérlőközpont személyre szabása. Most már a vezérlőközpont is még jobban személyre szabható. A vezérlőközpont nyomva tartása után a funkciók átrendezhetők, átméretezhetők és bármi hozzáadható. Ezen felül fel- és lesuhintással lehet váltogatni a kategóriák között, most már ugyanis több lapra vannak rendezve, van kedvencek, média, otthon és kapcsolatfül szerinti rendezés is. Ja, és a jobb felső sarokból most már ki is kapcsolható a telefon. Appok zárolása, elrejtése Mostantól Face ID használatához köthetők bizonyos szenzitív appok, hogyha nem szeretnéd, hogy más meg tudja nyitni. Nyomd hosszan az appot, és a Face ID kérése gombra kattintva beszkenneli az arcod, és már kész is. Ha ezután megnyitnád, a Face ID feloldását kéri először, utána nyílik meg. Van egy olyan opció is, hogy elrejtés és Face ID kérése. Ilyenkor a rejtett mappába kerül az app, amit az app könyvtár rejtett appok mappájában találsz meg, Face id is azonosítás után jut idebe. Ezek elég jó funkciók, a szenzitív applikációid előtt van még egy réteg védelem így. Üzenetek időzítése iMessage használata esetén lehetőséged van, hogy egy üzenetet időzítve küldj el. Írd meg az üzenetet, nyomd meg a plusz gombot, és ott van a küldés később lehetőség. Megjelenik egy időzítő, ahol kiválaszthatod, hogy mikor küldje el az üzenetet. Okos. Üzenetek formázása. Ha szeretnél effektet adni az üzenetedhez, például, hogy ugráljon, vagy rászkodjon, vagy nagy, vagy kicsi legyen a szöveg, most már erre is van lehetőség. Ki kell jelölni a szövegmezőt, szövegeffektek, majd pedig kiválaszthatod a neked tetsző effekteket. Fontos, hogy csak iOS 18-at futtató címzetnél jelenik meg formázással. Üzenetreakciók Most már nem csak hat reakció van az iMessage üzenetekre, hanem gyakorlatilag bármilyen emoji-t berakhatsz az emoji eszköztárból, ehhez a reakciók alatt a kis emoji ikonra kell koppintani és kiválasztani a neked tetszőt. RCS üzenetek Na végre! elméleti szinten működik, hogy androidos telefonra is küldhetsz gyakorlatilag iMessage-et, nem kell SMS-ezni. Látod, hogyha gépel a beszélgető partnered, olvasási visszaigazolást is kapsz, valamint lehet tömörítetlen fotókat is megosztani egymással. Hurrá! mondanám, de jelenleg itthon egyik szolgáltató sem támogatja még. A szolgáltató beállításokban ellenőrizhető, hogy csak hívás és SMS, így még várni kell, hogy ez itthon is aktiválódjon. Számológép. Okosabb lett. Tud például már átváltani, bal alsó gombbal láthatod az átváltás funkciót. Tud pénzt, szöget, területet, adatot, energiát és még sorolhatnám, mennyi mértékegységet ismer és tud átváltani. Ez nagyon király. De nézzük, mi az a matematikai jegyzetek. Tudsz jegyzetelni egy matematikai feladványt, és ő kiszámolja a végeredményt. Ja, és ez amúgy a jegyzettöm abban is működik. WiFi QR kód. A wifi hálózatodról tudsz egy QR kódot készíteni, és ha például átjön egy barátod, meg tudod neki ezt mutatni, beszkenneli, és automatikusan csatlakozik a hálózatodhoz. Az új jelszavak applikációban rá kell menned a wifi-re, kívánt hálózatra, majd hálózat QR kódjának megjelenítésére kell kattintani, és kész is! És akkor már a jelszavak app. Ez eddig is volt gyakorlatilag a beállításokban, de most bekerült applikációként, így talán könnyebb a kezelése, könnyebben elérhető. Minden szinkronizált jelszó ide került. Annyi plusz, hogy a jelszavak most már megoszhatók családtagokkal, barátokkal közvetlenül innen. Megváltozott a fotók app is. Lehet a kategóriákat rendezni, és most már vannak szűrők, melyekkel például a screenshotok kivehetők a képek közül, valamint új, még intelligensebb keresés, hogyha Képek között valamilyen tartalomra keresel. Töltési limit. Most már beállíthatunk bármit, például, hogy maximum 80%-ra töltsön a telefon, ezzel is védve az Aksit. Game Mode. Végre játékosoknak jól fog jönni. Játék közben a jobb felső részt le kell húzni, és ott van a Game Mode be- és kikapcsolása. Bekapcsolt módban bezárja a többi appot, minden erőforrást a játékra fordít, némítja az értesítéseket, és még a Bluetooth polling rétjét is duplezza, azaz a hang késleltetés is csökkenni fog. Nos, ennyi újdonságot gondoltam elmondani ebben a videóban. Ha érkezik további funkció, például az Apple Intelligence a 18.1-el, Jövök majd az új videóval. Iratkozzatok fel, hogyha érdekelnek még iPhone-os tartalmak, telefontesztek, és akkor nem maradtok le róluk. A megtekintést köszönöm szépen, sziasztok!